Ahogyan az ország minden településén, Cegléden is rendben elkezdődött vasárnap reggel 6 órakor az országgyűlési választás. 34 szavazókörben várták a több mint 28.700 választásra jogosultat. A szokatlan áprilisi hóesés és az esős hideg idő sem tántorította el az embereket, folyamatosan érkeztek, hogy leadják szavazatukat. Komolyabb torlódás sehol nem volt, délelőtt alakultak ki kisebb sorok néhány nagy létszámú szavazókörben. A munka jól szervezett volt, a választás lebonyolításában dolgozók felkészültségének köszönhetően. Országosan és Cegléden is 10 és 12 óra között, valamint délután 3 óra után érkeztek a legtöbben. Nem csak Cegléden, a térség összes településén, Abonyban, Kocséron, Kőröstetétlenen, Törtelen, Nagykörösön, Csemőben, Jászkarajenőn, Nyársapáton és Újszilváson is rendben zajlott a szavazás. Pest megye 12-es választókerületében az este 7 órás urnazárás után 65%-os részvételt regisztráltak, ami alig marad el az országos 69,54%-tól. Cegléden a választópolgárok több mint 67%-a ment el szavazni, ez majdnem 7%-kal több, mint 4 évvel ezelőtt. Este 10 órára már több mint 80%-os feldolgozottságnál kijelenthető volt, hogy a Fidesz-KDNP nagy fölénnyel nyert. A parlamenti patkóból jól látszik, hogy kétharmados többséggel alakíthatnak kormányt 135 képviselővel. Pest megye 12-es választókerületében Földi László nyert, a szavazatok mintegy 60%-át kapta, így a negyedik parlamenti ciklusát kezdheti meg a Fidesz-KDNP soraiban. Egyúttal ez lett a legjobb választási eredménye 2010-től kezdődően. A gyermekvédelmi népszavazás érvénytelen lett, a referendum nem tudta elérni a szükséges 50%-os érvényességi küszöböt, a leadott voksok 30%-a ugyanis érvénytelen volt, pedig akik nemmel válaszoltak a kérdésekre, azok aránya magasabb volt, mint 90%, mintegy 3 millió ember utasította el a gender ideológiát.